Szeretném bemutatni nektek Bhakti Pál Prabhut, lehet, hogy nem mindenki ismeri. Bhakti Pál Prabhu nagyon régóta gyakorolja a lelki életet, már majdnem 30 éve. És most egy nagyon érdekes előadást hozott nekünk, arról fog szólni a férfi és a női kapcsolatok pszichológiája. Ugye ez egy nagyon gubancos történet tud lenni, hogy akkor a férfiak, nők egy családba vagy párkapcsolatban hogyan tudnak zöld ágra velgődni egymással. És Bhakti Pál Prabhu ezeket a gubancokat fogja most kivogozni, és akkor meg fogjátok látni, hogy ha bár nem egyszerű a téma, de nem is megoldhatatlan. Sok szeretettel akkor köszöntöm Bhakti Pál Prabhut, és akkor át is adnám neki a szót, és akkor fogadjátok őt szeretettel. Hare Krishna, szép délutánt mindenkinek. Kicsit messze hoztam magamat ide. Nem baj. Igen, beszéljünk akkor egy jó témáról. Lehet, hogy kicsit, azért közelebb egy kicsit hozzá. Ideig. Aha, jó. Hogy... Hát gondolom nektek nem egy ismeretlen információ, hogy a világ az teremtve van. Vagy lehet gondolni, hogy véletlen létrejött, de végül nem. Van a teremtő, teremtve van a világ, és a lelkek is vagyunk teremtve, és a léleknek a természete szát, csit, ananda. Ez azt jelenti szát, öröki való. Jó ez a hangerő hátra nektek? Jó. Majd szóljátok, hogyha kell kiabálnom, jó? A szát, csit, ananda, szát, öröki való, csit tudattal, tudással rendelkezik, és az ananda az azt jelenti, hogy boldogság. Boldogság, ez a léleknek a természete boldogság. A boldogság a teremtő szemszögből ez a szeretet. A szeretet ez a kapcsolat. Szóval gyakorlatilag a Isten, ő az eredeti élőlény, ő lelkeket teremtette arra, hogy legyen velük kapcsolatban, hogy ízleljen a szeretetet. És akkor ez eredményez boldogságot. És az emberi közötti kapcsolatok akkor jó és bölcsek, amikor ember próbál látni ezeket a minden életébe Istennel való kapcsolatban. Hogyha így látja, akkor tud
teremteni, vagy létrehozni egy egészséges, helyes kapcsolatokat, ami boldogat teszi azokat, akik körülötte lévőek, és ő is boldog lesz. Mert végül a kapcsolatok ebben a világban működnek bizonyos törvényeken, mert a teremtő ő létrehozta törvényeket. És amikor valaki ismeri ezeket a törvényeket, és ezzel él, akkor sose lesz téves zsákutca kapcsolatokban, nem lesz trauma, ami mostanában általában egyre több a trauma ér a kapcsolatokból, mert a törvények, ami működtetnek a világot, ez maga egyensúly és tökéletes harmónia. És ezt ismerve, akkor, és az alapján építve kapcsolatokat, ember fog érezni harmonikus, egyensúly, boldog, szeretett kapcsolatot. Ez egy fontos. Most, ami történik a társadalomban, kizárnak a kapcsolatot a teremtővel, és tudjátok, mikor már ég a leves, az ennivaló, és utána és jönnek tanácsokat adni nektek, hogy most hogy javítsál ki ezt az egész elrontott ennivalót, ami már régóta égett szagú lesz. Most a társadalom így működik. Mert senki nem tudja, milyen törvények alapján főzni kell. El van égetve, az már nem lehet javítani. Ezért mostani sokféle pszichológus, meg aki tanácsadók adnak, ők próbálnak azt csinálni társadalomban, akiknek van probléma kapcsolatokkal, hogy ne érezzenek annyira éget szagját. De nem javítja. Miért? Mert nem látnak az abszolút törvényeket. Ha te látod a törvényt, akkor te látod, honnan eltértél, hova kell visszajönni, és akkor tudod, mikor van egyik fogoskerék kiesett egy kicsit, akkor te mindig tudod, hogy vissza kell hozni így, hogy passzoljon. De mikor ők nem látnak ezt a képet, akkor mihez kell állítani vissza a kapcsolatot? Ezért most mi van? Hát majd el fogsz dönteni, fiú vagy lány, és nem baj, hogy fiú fiúhoz házasodik, vagy lány lányhoz házasodik. A relatív szemszögből nem baj. De abszolút szemszögből nem biztos, hogy nem baj. Mert ez nagyon sok problémát, amikor nincsen teljes kép, nincsen kapcsolat Istennel, nem látjunk a világot, akkor ez fog nekünk az, hogy mi relatíven gondoljunk, hogy jó, attól még ez nem jó. És akkor lehet sok probléma. És végül a mi életünk kapcsolatokból áll, minket tanítanak, hogy kell programozni iskolában, mit tanítanak még iskolában. Hát én már meguntam ismételni, szinusz, koszinusz, tangens, katangens, geometriát kitanult közdetek. Én is jártam az órákra. Kinek a kapcsolatba kell szinusz, koszinusz, tangens, katangens? Kinek ez nélkül nem fog működni a kapcsolata? Vagy be kell programozni, megírni egy jó kis szoftvert, vagy meg kell csinálni egy dizájnt, akkor fog működni a kapcsolat. Nem, ez nem segít. Az életre nem tanítanak. Mindenre tanítanak, de hogy legyél boldog, arra nem tanítják. Hogy keresél pénzt, de mi nem pénzzel, ember nem tud, mondjuk képzeljétek el, most egyedül vagytok ebbe a szobába, és akkor jön egy teherautó, és akkor így kivágják nagyobb lukat, és kiburítja nektek ide eurót. Milyen a legnagyobb? 500 eurós? Melyik a legnagyobb? És ti egyetlen ed vagytok, és tele van euróval.
Tudtok boldogok lenni? Nem. Rögtön mit fogtok csinálni? Fogtok ezt a pénzt, elnyomjunk zsebünket, elmegyünk keresni valakit, akivel együtt szórjunk ezt a pénzt. Szóval nekünk kell valaki. Mi egyedül nem tudjunk. Még hogyha veszünk egy Bentley-t, vagy miért veszünk Bentley-t? Hogyha egy ilyen lakhatatlan szigeten vagyunk, és nem tudjunk senkit Bentley-vel vinni, kit érdekel az a Bentley? De amikor barátnő, vagy barátom, amikor kapcsolat. Szóval nekünk az élet, ez a kapcsolat. És számtalan bölcs mesék vannak, meg a történetek az ember életében, amikor vannak szegények, nem nagyon boldogok, mert jó a kapcsolatuk. És ez fontos ismerni, és tudni, hogyan működnek a kapcsolatok. Csak egy példának mondanék, hogy működik. Majd kicsit megnézünk a férfi természetet és a nő természetet, hogyan működnek a szükségletekre vagy igényekre, mert van valamilyen igény, ami nőnek igénye van, és a férfiaknak van igénye. Azt is megnézünk, hogy különböző természetű. Nem ugyanaz a természetű, és ezért nem mindegy, hogy hogyan ki, hogy viselkedik. És ezt is egy kicsit remélem, hogy ma fogunk együtt veletek ilyen praktikus dolgokat megbeszélni, mert rögtön tudjunk alkalmazni, kipróbálni, hogy mennyire ez a védikus pszichológia működik. Na nézzünk először egy kicsit egy pár ilyen példán, hogy működik, hogyan működik egy mondjuk nő, anya. Mit jelent, hogy anya? A védikus rendszer szerint az egy nőt inspirálja anyáként viselkedni a gyereke. Amikor van egy gyerek, akkor ő aktiválja egy nőbe anya természetét, anya tulajdonságokat. Nem kell semmi könyvbe olvasni neki, hogy most mit csináljak. Maximum, mit kell, az megkérdezni régen, mert most már pampers van, hogy hívják ezeket. Régen pelenka volt, az még meg kellett tanulni, hogy kell pelenkázni. Kisgyerek, ti már amúgy ezt azt tudtok, ismertek pelenka? Nem? Mert engem még pelenkázták, képzeljétek el. Benne titeket pelenkáztak, hogy pampers berakták. Nem is tudjátok? Hát én sem emlékszem, csak tudom, amikor már kicsit nagyobb voltam, látom, hogy nálunk még nem is volt olyan szó, hogy pampers, pelenka volt. De lényeg, ezt kellett tudni, de mit jelent anya, amikor ott van a gyerek, akkor az a lélek, aki női testben van, ő már be van programozva, csak a gyereknek a jelenléti aktiválja azt a szoftvert. Nő anyaként viselkedni. Ez mit jelent? Gondoskodni, megvédeni, megetetni, szeretni. Rögtön ezek a gyerek iránt érzelmeket ébresz fel. Hogy ugyanúgy egy férfiben férfiasságot egy nő inspirál, amikor egy nő jelenik meg, ez most ilyen ideális dolgokat mondom, nem a mai Magyarországot, jó? Mert utána megnézzük, hogy mi van a mostani társadalomban. Szóval a férfit egy nő inspirál férfiként lenni. Ez mit jelent? Hogy akkor gondoskodni, vállalni felelősséget, védelmet adni, boldogat tenni. Mert a férfi, ő energia kontroll. Ez a természete. Ő kontrollál energiát, ő az energia. Ugye? És a kontrollál energiát, ez azt jelenti gondoskodni róla, és megteremteni olyan körülményeket, hogy boldog legyen a nő. Ez a általában így működik, amikor egészséges a társadalom. Nem kell semmit csinálni. Ugyanúgy fordítva a nő nővi teszi egy férfi. Mikor férfi jelenlétében van,
akkor ez aktiválja benne női természetét is viselkedni, mint egy nő, mint egy lány. Ez még egy kicsit megnézzük, utána megnézzük a két természetet. Na fogjunk akkor a férfit, ő mit jelent, hogy férfi energia? Mert a probléma, amikor relatív, hogy hát végül demokrácia van, minden relatív, mindenki csinál, amit akar, és aki most ezzel ellen mond, bepereljük meg börtönbe, mert ő egy nem tudom kicsoda. De ez nem emberről van szó, hanem az Isten törvényről van szó, amin beszélünk, nem valakinek a véleményéről, hanem ahogy működik a világ. Ezért, hogyha a védikus rendszer, védikus tudás mondja, amikor te megkaptál egy testet, akkor neked van egy feladat. Először tudd meg, hogy milyen testet kaptál. Férfi testet, vagy női testet. Nem úgy, hogy én eldöntöm, nem dönthetsz el. Te már ezt megkaptál, mert te eldöntöttél előző életbe. Az nem probléma, hogy most én férfi testet kaptam, de nő akarok lenni. Leszel, nem kell aggódni, leszel nő következő életbe. De ebbe az életbe muszáj férfi testet elfogadni, mert mi lelkek vagyunk. Tudjátok, szóval nem úgy van, hogy a védikus rendszer mondjuk ellene van, hogy aki férfi lehessen nő, aki nő lehessen férfi, nincs ellene, mert ez amúgy így működik az univerzumban. Mi köztetek, veletek együtt, mert voltunk férfiak, nők, jó férfiak, rossz férfiak voltunk, jó nők voltunk, rossz nők voltunk, állatok is voltunk, szóval kicsit többet megy. Szóval képzeljétek el, itt a mi társadalom mondja, csak döntsd el, fiú vagy lány vagy, a védikus rendszer mondja, döntsd el, ember vagy, fiú vagy lány, állat vagy, növény vagy, sokkal, sokkal jobb, sokkal demokratikusabb a helyzet. De amikor már ebbe a testben már vagy, akkor szálljál ezt az életet erre a testre. Hogyha nem, jogod van, nem, csak ezzel csinálsz egy karmát magadnak, ez egy probléma. Mert a következő életekben le kell dolgozni, amit most csinálsz. De hogyha most te tudod, oké, most kaptam férfi testet, akkor meg kell tanulni, mit jelent férfivé válni. Meg kell érteni saját magát először, hogy működik egy férfi. És a Srimad Bhagavatam, hallottatok erről a könyvről? Srimad Bhagavatamban olvasható, hogy attól, hogy te biológiailag fiú vagy, az még nem jelent, hogy te férfi vagy. De ez nem arra utal, hogy majd most nem jelent, hogy te férfi vagy, majd döntsd el kicsit később, nem arra van szó, hanem a férfi, vagy nő, vagy ember, az nem attól, hogy biológiailag ilyen testünk van még, hanem tulajdonságok. Ez nagyon fontos, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezünk. Ugyanúgy valaki azt mondja, hogy én énekes vagyok. Oké, okay. Hát mindenki tud mondani, hogy én énekes vagyok, de hogyha nincsen tulajdonságod, hallásod, süket vagy hozzá, és teljesen mellé énekelsz, akkor mondhatsz magadról, hogy te énekes vagy. Ugyanúgy itt is. Ember, ez aki tulajdonságokkal rendelkezik. A civilizált ember, még van ilyen is, még magasabb civilizált ember, aki látja, ahogy Isten teremtette ezeket a törvényeket és a tulajdonságokat, és ezzel, hogyha harmóniában fogok élni, akkor nem csak én, mindenki boldog lesz mellettem. Szóval ez a fontos a civilizált embernek a látása. És akkor vannak tulajdonságok. Akkor nézzük meg, hogy működik. Lehet, hogy először nézzünk a természetét, nő-férfit, és utána megnézzünk, hogyan működnek. Mert amikor érteni fogjunk veletek, mi a természetük, akkor könnyen megérteni, hogy miért máshogyan működünk. És hogyha nem teljesen így működünk, de akkor ezt kell kultiválni. Mert fontos, hogy nem, amit én kitalálom, az lenne az én létszem, mert bele
bonyolodok és eltévedek. És ez megvezetés, hogy boldog leszel, amikor te ezt csinálsz, amit akarsz. Tudjátok, a szülő, kinek van egy kisgyerek, 3-4 éves, 5 éve előtt, hogy sose hagynak magára gyereket, mert ő is boldog akar lenni. Kimegy a 4 sávos útra kamion elé, mert megpróbál, hát ha le tud állítani kamion, mert gyerek. Ő nem érti, ő így akar boldog lenni, vagy bármit, mérgező dolgot megeszi, vagy pengét megeszi, nem a pénzt, hanem a borotvát. Ugye? Szóval annyi, ezért gyereket kell mindig óvni a katasztrófától. És tanítani kell, mi a jó, mi a rossz. Mert hogyha így lenne az igaz, akkor minek kell tanítani gyerekeket, hogy minden jó, majd mert neki így jó. Nem, miért tanítsunk? Nem, gyerekeket tanítsunk. De akkor mi nem tanítsunk tovább. Mi csak megtanítjunk, hogy ne egyél földről, és így. De mit jelent tovább, férfi, nő, ezeket mi nem tanítsunk? Ez nagyon fontos. És akkor mind a nők, igen, most itt, oké, lehet kérdés. Jó, én már hallottam, hogy Indiában a nőket diszkriminálnak, akkor most ti miért nőket alacsonyabb rendűnek tartjátok? Van ilyen kérdés? Így érzem, itt éterbe. A védikus rendszer, képzeljétek el, nagyon érdekes választ ad. Itt mi most ilyen világban vagyunk, egyenlő, mindenki egyenlő, a vidikus irányzás mondja. Nem egyenlő senki. Hoppá. Na várjál, na akkor azonnal indítsunk. Nem, a nők is egyenlők. De várjál, mi nem mondtuk, hogy rosszabb valaki. Csak nem egyenlők. Attól, hogy a alma nem a körte, attól nem egyik se rosszabb, nem? Nincs róla szó. Csak emberek azonnal gondolják, hogyha mondjuk, hogy valami nem egyenlő, akkor ez azt jelenti, valaki jobb, valaki rosszabb. Na nem. Ugyanúgy, a hideg víz és meleg víz nem egyenlő, de nem lehet mondani, melyik a rosszabb. Lehet, hogy nyáron rosszabb a meleg víz, télen rosszabb a hideg víz. De megfelelő időben mindegyik jó. És a kombináció jó, az mindig jó. Nyáron is, mikor kombináljunk meleg-hideg, télen is, csak mások a arányok. Szóval ugyanúgy a nőknek egyik természete van, a férfiaknak másik a természete, és a természete miatt máshogyan látnak, ezt mindjárt megbeszéljük, máshogyan érzékelnek a világot, máshogyan gondolkodnak. Kettő faj. A férfinő ez kettő faj. Ezért nem egyenlő. De nem, egyik nem rosszabb, másik nem jobb. Mert vannak nagyon-nagyon rossz férfiak, és van nagyon-nagyon rossz nők. És van nagyon-nagyon-nagyon jó férfiak, és nagyon-nagyon jó nők. Oké, vetítés nem lesz, akkor vetítsünk itt mindenki magának. Mint a nő, mint a férfi rendelkezik tudattal. A tudat, azt úgy hívják, hogy citta, finom fizikai test, ami azt jelenti, hogy van intelligencia, van elme, és van még érzelmek. És hogyha mi úgy nézzük, hogy itt van az intelligencia, itt van az elme, és itt vannak az érzelmek, érzések, érzelmek. Na most a lényeg, hogy a férfi, és mindegyiknek, minden háromnak, mind a kettőknek ez a három dolog van teljes mértékben. De a férfiaknak az elme, az közelebb van intelligenciához. Ezért már, mivel nagyon közel van, ezért a férfi, ez egy most én normális, egészséges férfiakról beszélek, jó? Ő befele forduló a férfiak általában. Amikor valami történt valahol, ő bezárkózik, hazajön, és csendbe, és feldolgozik.
ott dolgozik fel a feszültséget mindig belül. Ezért, és amikor valaki valamit ötletel, kitalál, ő akkor magányosságra vágyik, neki kell, hogy senki ne avatkozzon bele, és ő belül dolgozik. Néha nők azt gondolják, na, itt lusta, nem csinál semmit. Nem, ez még nem jelent, nem csinál semmit. Belül megy a munka. És szóval neki ez úgy dolgozik. A nőknek az intelligencia, vagy az elme az érzelemekhez közelebb van. Ez azt jelenti, hogy sokkal aktívabb az érzelmek, a nő sokkal jobban érzi az ízeket, jobban látja a formákat, jobban tud részleteket jobban látni fog. Például ezért, és intelligencia is nagyon jó. Tudjátok, hogy a lakásház berendezés az a nőknek a dolga. A férfi, ő elkezd gondolkozni, hol legyen a bútor, szekrény legyen, hol legyen a ágy, az olyan katasztrofa lesz ember, mint a gyárba fog érezni magát, amikor ott alszik, vagy valami a raktáron. De nő, amikor használja érzelmeket és intelligencián, akkor ez érzelmileg és praktikus szemszögből lesz tökéletes. Ezért nőknek a feladata otthonná teremteni az otthont. Amikor vesznek egy lakást vagy házt, akkor a nő ott lakik, nem a férfi. Ő ott alszik. Ő nem tud. Ő se rendet nem tud rakni. Férfiak imádnak a rendet, de nem képesek rakni. Ők így akarják, hogy becsuknák a szemét, szétdobálják, és rend legyen. Erre képesek a férfiak. Miért? Mert nem tudnak érzelni. De nőknek ez egy érzelem. Ez ide rakom, itt szépen ide berakom, aha, akkor kicsit egy takarítgatunk részleteket, és akkor jó. A férfi, hogyha 500 éve fog lakni egy lakásba, a függöny sose lesz kimosva. Már lesz, már olyan nehéz lesz a függöny, a plafont leszakítja, de nő rögtön. Vagy hogyha ti látjátok ilyen férfiakat, akik egyedül laknak lakásba, általában banános ládákban van a cuccai, és akkor a függöny az nincsen, hát úgyse látnak be, már olyan koszos az ablak, nem lehet átlátni, és akkor, de mikor jön a nő, akkor ő rögtön ér, és férfi és nem érti, valami nem jó, nem az igazi ez a lakás. De mikor jön a nő, akkor pár perc múlva férfi nem érti, megint nem érti, de miért olyan jó? Ez nem érti, de ez egy tényleg jó. Otthonja. Szóval ez a, mivel, értitek? Otthon az érzelmek mindig kommunikálnak az elmével, akkor ő így csinál. Amikor beszéltünk a férfiről, amikor feszültség van, belül fog feldolgozni. A nő például dolgozott, voltak mindenféle megoldani való feszültségek, és ez gyűlik, és hazajön, és neki ki kell beszélni magát. Észrevettétek? Hát itt nem mindenki nős, de amikor hazajön a nő, ő el fog most mesélni az egész napot, ki, mivel, mi, hogy, hánykor, mi történt, mi nem történt, és ez normális. Elmondja minden, amikor a beszéd által, akkor megoldódik a feszültsége, és akkor meg van nyugodva. És akkor érzi, hogy szeretnek engem, a férjem. Szóval így működnek a... Amikor ezt nem értenek, akkor itt jön a konfliktus. Még egy dolog. Igen. Amikor például jön haza a férj, ő fordítva, ő dolgozott, sok munka volt, feszültség, ő haza akar jönni és kicsit csendbe ülni, vagy egy meccset megnézni, de neki nem a meccs a lényeg, hanem belső a munka, ez csak ott megy. Vagy néha olvasni, de csak így de nem olvas, hanem belül dolgozik. Néha ráolvas, utána megint elmegy a dolgokat. És a feleség itt problémát tud csinálni, hogy akkor rögtön rátámad. De férnek kell, hogy lekapjon azt a legalább 20 percet. De
De nő, mikor hazajön, akar beszélni, és a férje le akarja, hogy hívják, szóval nem adja figyelmét neki, el akarja küldeni, vagy elmegy, az is baj, nem? Mert feleségnek fontos, hogy első 20 percben meg legyen hallgatva. Na, hát akkor most mi legyen? Egyik tükörbe beszél, másikot hallgasson valahol bezárkozva. A megoldás az mindig fontos gondolni másokra. És az első, ez a férfi. A férfi, mi beszéltük, ő kontrollál. Ez azt jelenti, hogy ő mindig kell, hogy első legyen. És ő adjon elsősöbbséget a nőknek. Mert miért? Mert ő az erő. És a nő gyenge. Ez azt jelenti, hogy kell adni védelmet. És akkor először neki meg kell hallgatni a feleségét. És mondani, hogy gyere, akkor meghallgatom. Hogyha ő is elkezd, hát hagyja békén, most nekem 20 perc van, akkor nő bepánikol. Úristen, én akartam most, mert tudom, hogy meghallgat, akkor én feltöldöm, mert látom, van egy fal, egy igazi védő férfi mellettem, aki meghallgatja az én kis gyengeségeimet, és utána boldog vagyok, hogy igen, engem támogatnak, erre ő bepánikol velem. Kész. A nő kétségbe esik, hát akkor várjál. Hát ő is egy nő. Fú, akkor hogy leszek boldog? Hát én egy férfihez akartam férhez menni. Szóval férfiaknak nem szabad úgy reagálni, mint egy nő. Tudjátok miért? Mert a családi boldogságnak a titka boldog feleség. Hogyha nem boldog a feleség, boldogtalan, mindenki boldogtalan lesz. Ez így működik, ezek a törvények, ez nem, mert valaki kitalálta. De valaki kitalálta, Isten itt teremtette. Ezért férfi, ő, mert általában van ez a észre, félreértés, hogy a férfi azt gondolja, hogy ez az erősséget az úgy kellene ki nyilvánítani a családba, hogy asztalal rá ütöm őköle, reped, plafon, meg mindenhol, és akkor ezzel én beállítom, hogy ki gazda otthon, ki a főnök. Nem. Ki már látta, hogy Isten itt csinálja. Isten ő a igazából férfi képviselő, eredeti férfi. Ő a férfi energia. Mi vagyunk az ő férfi képviselő, eredeti férfi, nem energia, ő Isten. Istennek vannak energiái. És ő lelke kell velünk úgy áll védelembe. Mikor mi valami történik, ő sose fog, ő mindig fog adni menedéket. A Isten sose fog verni az asztal, hogy két az Isten. Nem. Ő teljesíti a vágyunkat, ő gondoskodik rólunk, ő megteremtette nekünk ezt a világot, ahol ilyen finomságokat tudjunk enni, csodálatos a természet, annyi sok minden megadta nekünk, szóval lehet látni, hogy szeret minket. Ugye nem ez lett volna, akkor egy sivatag elég nekünk lett volna, ahol szenvedünk. Nem, habár mi elmentünk tőle, de mi mindig mondta, jó, adok nektek mindent, tudjátok, boldog lenni nélkülem, ami nem lehet, de körülményeket megadta nekünk. És a férfinek ezért kell látni kapcsolatot, hogy Isten hogy bánja. Akkor én kell, hogy bánjak, hogyha itt van feleség, akkor én meghallgatom. Az az első. És utána a férfi, mikor nő kapja figyelmet, akkor fog tudni, neki is kell tudni, most akkor én nem végtelenségig ez, hanem most én megkaptam azt a védelmet, akkor én most adok neki az ő idejét. És akkor csendben maradok egy kicsit, felhívom barátnőmet, inkább vele beszélek következő fél órában, és hagyom a férfiamnak, mert neki fontos belül dolgozni. És akkor itt átadom neki, akkor ő fog belül itt dolgozni. Szóval ez a megoldás. Ez azt jelenti, hogy kontrollálni. És a férfiaknak az. Mi például mondjuk a férfi szeretne menni mondjuk Horvátországba, és a felesége szeretne menni Krisna völgyi búcsúba. Na, akkor ki, mi legyen?
Mi a megoldás? Hát elmennek mind a kettőre, csak összeegyeztetik. Te arra, én erre. Hát nem, együtt mind a kettőre, csak az időpontokat nem ugyanarra a napra teszik, mind a két utazást, ugyanarra a hétre, hanem különböző. Ez úgy működik, jó mondtál, hogy férfi dönt. Azt mondjuk, persze, kedvesem, megyünk Krisna völgyi búcsúba. Ez azt mondja, én kontrollálom. Igen. Én döntöttem. Szóval kontrollálni, ez nem jelenti, hogy visszaélni hatalommal a nővel, hanem teremteni neki minden, hogy boldog legyen. Értitek? Ez a kontroll. És akkor ő nagyon boldog, hogy ez, ő engem szeret. Én neki fontos vagyok, és ő tudja, hogy neki, és nekem fontos, hogy utána menjünk Horvátországba. Szóval a nő nagyon boldog, és boldogon megy vele oda, és boldogon megy vele. Szóval ez a kontroll. Semmiképp nem felsőbbrendűsége van, hanem, hogyha mikor van ez a figyelmesség, hogyha a nő kapja azt a figyelmességet, és férfi dönt. A férfiaknak most, tudjátok mi a probléma 2021-ben? Nem képesek dönteni. Nem szabad. Itt van férfiak? Tanuljátok meg. Nem mondhatjunk nőknek, én nem tudom, mi lesz. Nincsen ilyen szó. Azonnal nő zavarba esik, és azt mondja, ezzel a fiúval én nem leszek biztonságban sose. Nő, férfi tudja, vagy legalább mondja, megoldjunk. Hogyan? Kicsit később elmondom a részleteket. Legalább. De az, hogy én nem tudom most mi legyen, most ez hogy oldjunk meg, az nem szabad csinálni. Ez a nő természet, akkor az azt jelenti, hogy nő természet felébresztettem, akkor se ő nem lesz boldog, se én. Értitek? Férfiaknak kell, hogy legyen rálátás. Vagy megmondja, várjál, megyek, utána járok, és akkor, és sokszor mondom, nem, majd jó lesz. Ez is egy felelőtlenség. A nőknek nem elég, amikor mondod, na majd jó lesz. Mi lesz jó? Hogy lesz? Ő akarja tudni részleteket. És akkor van kettő dolog, vagy valaki nem is tudja a részleteket, csak így dumál, vagy valaki büszke, és akkor hagyjál most, mondtam, hogy jó lesz. Nem, akkor kell tisztelni a nőt, ő is teszteli, hogy te őt szereted, tiszteled. Akkor mondd meg neki a részleteket, mondd el. Nem, mert ez is egy ilyen lenéző, amikor nő kérdezi, na most hogy lesz megoldva, és férfi egóból tudja a részleteket, de nem, akkor ez egy tiszteletlenség és lenézés. Nem, akkor nagyon kell szépen részletesen megmagyarázni, akkor ő megnyugszik. Csak az a probléma megint, mivel most nincsen megint teljes kép világban, ami elején kezdtünk ma veletek beszélni, a teremtővel kapcsolatban kell látni az az intelligens ember és úriember, mivel ez nincsen, ezért most ugyanúgy boldogság a cél, de a cselekvés boldogságnak ellentétes, nem? Hogyha én nem mondom meg neki, vagy hogyha durván beszélek, akkor, na, akkor én menő vagyok, és akkor vagyok, jó kapcsolat lesz. Nem. Nők, egy nő, amikor keresi egy jó nő, mert van egy kérdés sokszor, hát jó, jó ez az előadás, csak nincsen igazi férfi. Jogos? Na, hölgyek. Vannak igazi férfiak? Néha vannak. Jó. De ugyanazt mondják a férfiak, hát minden jó lenne, csak nincsen igazi nő. Ezt is hallottunk, nem? Mind a kettőt. Hát akkor mi a válasz? Hát a válasz, hogyha egy nő mondja, hogy nincsen igazi férfi, akkor először kell hozzá kérdést irányítani, és te igazi nő vagy? Hogyha te akarsz egy igazi férfit, akkor legyél egy igazi nő, nem? Mert igazi férfit nem igazi nő nem vonz, hanem? Hát egy igazi férfit nem vonz egy ilyen, nem tudom, Schwarzeneggerni, nem tudom, ilyen, aki helyetted minden megcsinál, megállítja a gőzmozdonyt egy ilyen, egy kézzel, vagy
a csődör, ami vágtába megy, azt is leállítja egy kézzel. Hát akkor, mert férfiaknak ez nem ébresz semmi védelmet adni, mert ezen ő megvédi meg fél Magyarországot is. Hanem az igazi nő az az, aki tud ébreszteni férfibe férfiasságot. Gondoskodni, védeni, adni a figyelmet, boldogat tenni. Ez minden férfibe benne van, és akarja adni. És ez csak igazi nő fel tud ébreszteni. De ugyanúgy a férfiakkal. Nő is akar lenni nő, de hogyha fiú egyik felelőtlen, másik nem tud mit akar, harmadik nem tud összekötni a B-vel, a negyedik nem tudom, fél még a széltől is, akkor nőnek muszáj magáért kiállni, és megvédeni magát, és akár családot, hogyha már van egy családja, csak valahogy nem marad meg a férje, és akkor férfias hormonokat kezd termelni, jönnek a női betegségek, pszichikai eltérések. Ezért kell, hogy legyen férfi, és utána persze, mikor férfi csak egy fiú, de nem egy férfi, akkor nincsen lány, aki nőként lála viselkedjen. Mert igazi férfi az igazi gentleman. Ő tudja, ő nagyon-nagyon udvariasan és nagyon szépen bán a nőkkel, és azon a nőességet ébreszti a nőbe, és az ő megjelenése már. Ez hiányzik. Ezek a dolgok. Hogyha ezek vannak, mindkettőbe, akkor tud működni. Például, hogyha a nőknek a hold hatására szokott lenni néha, hogy mondjuk, a kis cunámik. Ilyen kis mini. Egy rossz kedvük van, van olyan, amikor nem odaálltál, nem úgy válaszoltál, ez nem jó, nem tetszik a ruhám, megint nem veszed észre. Igazából kettő dolog van, lehet mondani, hogy hisztiznek, ami nem baj, a nőknek ez belefér, ez női természet. De amikor férfi ezt kell csinálni, kezd csinálni, az már probléma. Ez nem a férfinak a dolga. Férfi kicsit dühös lehet, az nem, ez férfi energia. A nőknek nem szabad dühös lenni. A nő sír, az a női. De amikor fiú sír, az nem fér be sehova. Nem lehet sírni fiúknak. Mérges lesz, dühös lesz. Hogy? Ez nagyon kedvesen mondják el, én is ezt az ideológiát vallom. Soha nem is éreztem késztetést imádni az elmúlt 14 évvel a sírásra, és ezt ott fogom. Gyere mellettem, tartsunk ketten! És én ezt tök elhiszem, hogy jól esik, mert nekem is mondták már, és volt is róla tapasztalatom még régebben, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy ehhez hogy áll hozzá az ember. Mert igazából tényleg a férfinak nem szabadna úgy hozzáállni, hogy minden veszve van, és hogy elveszed. Igen. Igen. Na, ezt most egy kicsit vizsgáljunk, hogy mi történik. Amikor a fiú a kisfiú gyerek, akkor ő sírni szokott. De ezt akarok, azt kell, védelmet kér anyukától, vedd meg nekem ezt, csináld meg azt. Ugye ez egy normális dolog. De akkor a női, amikor az anyuka védi a kisgyerekét, akkor ő marad nő, de a férfi energiát kezd képviselni. Ez belefér, mikor gyerek, kisfiú. Mert ő kisfiú. De mikor felnőtt férfi lesz, és ugyanazt csinál, ugyanúgy mászik a lányhoz, akkor ő, ez már nem gyerek energia, ez már lány energia. És ez már rezonancia. A diszbalanc a kapcsolatokban, és ezért töri minden kapcsolatot, mert nő akkor gondolja, várja, hogy megint most mi van. Hát viselkedj, te legyél férfi, akkor kicsit fáj az egónak, fiúknak, mikor lányok ezt mondanak, de muszáj mondania. Másképp neki fel kell cserélni szerepet, neki kell férfi energiát kezdeni produkálni, mikor, mert nem lehet
hogy egy felnőtt fiú próbál, hogy anya kapcsolat legyen a felnőtt lányjal, az már nem egészséges. A kisfiúnál egészséges. Akkor azért teljesen harmonikus. De amikor felnőtt, az nem. Néha picit egy évente egyszer-kétszer kicsit odabújni, kicsit gyerekes lenni, az még jó, de van, hát lehet érezni, amikor már határ van. Szóval nem baj, hogy valamikor van ilyen, de ennek van a határ. Szóval azt sem lehet mondani, hogy sosem nem jó. Ott az már egy ilyen csak, tudjátok, ez úgy mondja, kedvtelési szerepcsere, és mindenki tudja, most egy kicsit érezzünk, én kicsit így érzem, én kicsit anyukázok, az mondjuk így ketten beleegyezésével elementek. De mikor már ezt a szerepet átvállalja a fiú, és akkor ez lenne az alapkapcsolatok, na az már nem egészséges. Jó, oké, de akkor megnéztünk ezt. Ugyanakkor, hogyha mondjuk, hogy működik nő, mit keresi általában a kapcsolatban? A férfi, lehet, hogy megyünk egy kicsit még arra, hogy mi a nevelés igazából kell, hogy legyen a férfiaknak és a nőknek a védikus szemszögből. Mit jelent, hogy védikus szemszög? Ez azt jelenti, hogy a mi természetünk szerint a védák nem mondják, hogy van, itt van még egy módszer, majd így is lehet, nem. Ő azt mondja, így működik a pszichikája férfiának, ezért, hogyha így csinálod, akkor lesz a legegészségesebb. A nő így működik, és ezért, hogyha így neveled, az lesz a legegészségesebb. Ez nem még csak egy plusz módszer, értitek? A többi ez plusz módszerek, amik kevésbé, többé rosszak. De ennél jobb nincs. A védikusnál nincs jobb, mert az megmondja, hogy működik. Csak egy példát mondom, a gyerek nevelése utána megyünk fiúk, lányok. Hogy lássunk, hogy ez egy eredeti. Mint a gyár, mikor veszünk a gyártól egy valamilyen dolgot, akkor használati utasítása, hogy kell ezt használni, bekapcsolni, kikapcsolni, mondjuk vesz valaki Samsungot, akkor nem az iPhone a leírást fog használni, nem? Az is hasonló, mert ugyanolyan ikonok vannak, hanem akkor a Samsunghoz. Szóval ugyanúgy itt is, hogy mi vagyunk megteremtve, a védákból le van írva a gyártótól a használati utasítás. És ez a véd. Példa. A gyereknevelés. Van egy kis víz. A gyereknek a születéstől 5 éves kórig a gyerek olyan természetű, csak érzelmek aktívak. Kicsi gyerek, 5 éves korig, köszönöm szépen, ő nem érti különbséget a jó és a rossz között. Ő ezt nem látja. Ezért nem is ez a funkció. A 5 éves kórig a gyereknek két funkciója van. Az első funkció, ez meg kell tanulni használni testet, ez nagyon fontos, hogy működik, azért próbál mozogni, tanul járni 5 éves kórig. Megismerni a világot, de a világot érzelmek keresztül ismeri. És a fő érzelem, ez a nyelve, nem? Észrevettitek? Mászik, valamit talál, akkor így megismeri a világot. Aha, ez ilyen. Azt mondja, na, akkor van képem a világról. És a másik, hogy ő pszichikája, akkor fő érzelmi pszichikájának a nevelése van, mondjuk így, a 5 éves kórik. Ez azt jelenti, hogy egy dolgot kell belefektetni, ez csak a szeretet. Nem kell tanítani, jó a rossz, tedd rendet magad után, nem érti. Ez csak erőszak lesz. Az meg kell, ez a szülőknek a felelőssége, hogy úgy kell megoldani otthon, hogy 20 000-es ne egye meg, vagy gyémántos láncot ne tépje szét, ne dobálja szét, mert nem érti, ennek mi az értéke. Szülőknek kell megelőzni,
hogy mi ne legyen probléma, de a gyereket kell játszani személyesen, nem iPad-ekkel, meg iLövőkkel nekik butítani őket, hanem ezért van a gyerek. Hát először egy normális szülő érzi, milyen jó élmény, mint a kis aranyos gyerek, az is egy élmény szülőknek. Ezért így már itt van teremtve. És akkor gyereket, úgy mondják, a 5 éves korig gyerek király. Puszilgatni kell, ölelgetni kell, szeretni kell, és akkor kell sokan, nem csak egy anya, mert anya megörül, hogyha 24 órán keresztül be van zárva a cellába a gyerekkel, ez nem lehet. Ezért régen voltak nagy családok. Most szét vagyunk szedve, ez egy probléma. Nem, a család az nem úgy van, hogy egy ilyen tömbből lakik három fő, hanem anyba, nagymama, nagypapa, dédapa, akkor nagynéni, nagybátya, amikor így nagy családok, és akkor a kisgyerek megy. A fél órát, három órát, ott nagynéni, nagybátya, idősebb testvér, nagypapa, és akkor így csak kap szeretetet. 5 éves kortól kezdődik aktiválódni következő funkció a tudatba, ez az intelligencia. Intelligencia az a képesítés racionálisan gondolkodni és különbséget tenni jó és a rossz között. És 5 éves kortól kezdődik nevelés. Igazán. Na akkor kell mondani, mi a kötelességet. De nem itt hirtelen, máson a születésnap 5 év, holnaptól indul a katonaság, hanem ennek van 2 év az átmenet. Szóval 7 évtől kezdődik, már igazi, de 5 évtől 7-ig van nagyon finom, játékosan átmenet, semmiképp ne kapjon egy érzelmi traumát gyerek. És 7 éves kortól 15 éves korig, ott már igen, ott kell tanítani. És ez nem büszkeség szüleiktől, de kell tanítani, tisztelni a szülőt. Egy jó kisfiú vagy kislány nevelt, mikor fel kell, oda jön, és először hódolat ajánlja anyukának, utána apukának. És ez nem zavarja meg a szeretetüket. És akkor megvan, ugyanúgy a szeretet, ami kapott 5 éves korig, az ugyanúgy folytatódik. Az nincsen váltás, hanem hozzá van adva. Mert a szeretet az mindig az alap. És akkor, és ez nagyon fontos, sok szülő ez nem csinálja, és körülbelül a 13 éves korban, mert akkor már ego formálódik, mert van akkor érzelmek, az az elme 5 éves korig. 5 éves kortól, hát kicsit 5 éves kortól az intelligencia, de az ego az már születés óta formálódik. Amikor még kis csecsemő, akkor nincs egója. Az ego nekünk ez a védőrendszer. Hogy ne kapjunk traumát egy másik emberektől. De a kis csecsemő, neki nincs egója, azért ő hol van? Itt van. Anyukának a szívén, mindig itt vagy apukának. Amikor anya egóhoz van nyomva, akkor ő biztonságban érzi magát. Leteszel utcán, tegyitek le egy csecsemőt utcán, és menjétek 3 lépést. Traumát fog kapni. Mert nincs védelő rendszer, ő nincs biztonság, sír, pánik. Ahogy csak ölőbe kerül, kész. Mikor lehet látni, hogy gyereknek ego formálódik? Ki tud mondani? Amikor mondasz gyereknek, bekösöm neked a cipőfőzőt. Majd én! Na, itt van az ego. Majd én! Én vagyok, én csinálom, én akarok, én. És ez a ismeretlen, titkozatos, rejtélyes mai nap a társadalomnak a kamasz korszak, a védikus rendszerben nagyon ismert. Ez az ego, amikor ego elválik a szülőktől úgy, hogy már ember szeretne önállóan gondolkodni, és ő jó lenne felkész, már majdnem kész, még nem kész, de majdnem kész önálló életre. És a probléma, hogy a szülő ezt nem érti, ezért a védikus írások azt mondják, 15 éves kortól már ne kezelje a gyereket, mint szolga, mert ugye úgy volt, hogy 5 éves korig király, ő 15-ig szolga. Ez azt jelenti, hogy tanítsuk, mi a dolga. Ez a dolga tanulni, járni iskolába, ez a dolgot rendet csinálni maga után, legyen fegyelmezett.
Az a gyerek, biztos láttatok, akik nem tudnak fegyelmezni magukat, az, mikor felnőttek lesznek, kész, annyit szenvednek, de az a gyerek ki tud fegyelmezni, szépen viselkedni. Itt van Feri, itt van valahol? Kis Feri? Nagyon nevelt kisgyerek. Lehet látni, ő nevelt, szépen ott leült, szépen válaszolt, én csak meg voltam lepve, hogy összekötte A a B-vel. Egy ilyen nagyon szép, korrekt, értelmezett válaszokat tud válaszolni hosszú mondatokban, szóval így nagyon jó. Szóval ez egy fegyelmezett kisgyerek. Szóval ez a 15 éves koré. De 15 éves kor plusz mínusz lehet 13, lehet 17 év, közép van véve, ha 15 év, akkor váltani kell. Akkor barát kapcsolat. Mert a gyerek meg megtanult szeretni a szülőt, tisztelni, sose fog mondani, hogy hülye öreg, vagy őseim, primitívek, hanem mindig tiszteli, mert tudja és hálás, hogy miket kapta a szüleiktől, és már baráti. Ez azt jelenti, hogy más kapcsolat. Felnőttként el van fogadva. Mint a, nem tudom, észrevettétek, aki ide jár, hogy ti el vagytok itt fogadva. Észrevettétek? Mint felnőttként vagytok itt. És amilyenek vagytok, bárki. Hát ez az egészséges kapcsolat. És akkor ez muszáj, mert ez így működik a természet 15 éves kortól. Ez volt a kicsi lerajzolás, hogy miért védikus rendszer a legjobb az oktatásra. Mert ő tudja, mi történik. Azért úgy kell nevelni a gyereket, mert így változik a pszichikája. És itt traumamentesen, tökéletesen kap nevelést. Ennyi az egész, nagyon egyszerű. Na most megyünk a fiúkhoz és a lányokhoz. A fiúk, amikor megszületnek, ők már beépített hibával születnek. Mindenki. Mindenki, ez azt jelenti többség, jó? Mondjuk így. És ez egy normális dolog, a férfi nem annyira figyelmes, mint a nő. És jobban egoista a férfi. Mert ez a belül feldolgozni dolgokat, az még tud okozni egoizmust is. Önzőséget magyarul. És ezért, amikor a fiúkat nevelték a gyerekkorába, mert fiúk és lányokat azért kell külön nevelni, nem együtt kell járni iskolába, mert más a problémájuk. Ez egy természetes dolog, nem azért valaki rosszabb és jobb. És a fiúkat tanították, hogy és fiúknak kell fegyelmezni magát. Mert aki nem tud fegyelmezni magát, mindig az érzelmek, a hatással alá, saját érzem, hogy ő nem tud adni biztonságot, védelmet feleségnek, mert nőknek erre van szükség. Ő, amikor keres egy párt, ő nem a ágytársát keres, hanem egy keresi, aki védelmet, biztonságot fog neki teremteni. Ez az első, és utána jönnek másodlagos dolgok, nem baj, hogyha van pénze, az a hibás nő, aki csak pénz miatt keresi a férfit, mert nem érti, hogy miért kell keresni, mert lehet, hogy pénz van, de ez nem egy fiú már, ez már egy valami. Alfonc. És ezért a fiúknak, amikor őket nevelték, önzetlenségre nevelték, fegyelmezni. Hogy lehet, hogy nekem most valami nem tetszik, de most ne foglalkozz ezzel, hanem csinál azt a féle tevékenységet, ami nem pillanatnyilag neked megoldja a te érzelmi dolgot, hanem hosszú távon jó eredményt okoz. Tudják, hogy shreyas. Ugye van szanszkritú kettő szó. Preyas, most jó, de hosszú távon lehet, hogy rossz. A shreyas az a igazi jó, mert most lehet, hogy kell kicsit dolgozni, nem azt csinál, ami tetszik, de kitartó vagyok, ami ez a férfias, akkor ez shreyas. Hosszú távon nagyon jó eredményt fog okozni. És ezt tanítanak. Mert ez a figyelmetlenség a férfiakban, az, hogy mivel nagyon ritka, amikor nevelnek, akkor ez egy nagyon sok fájdalmat okoz feleségnek. Például a feleség, aki otthon csinálja, mondjuk finomat főz, vagy szépen takarít,
minden törekszik, és akkor a férfi, amikor figyelmetlenül bejön, és akkor neki ez egy magától van minden. Meg van főző magától, tisztaság, a szekrényben rend van, a ruháim tiszta, ez így magától történik, és akkor ez természetlenség lesz. Ebből lesz konfliktus, tudjátok, férfiak. Mert nem kell semmi, csak egy pici dolgot mondani, részt rögtön észrevenni és mondani, megdicsérni. Te olyan tündér vagy, ma nem tudom ki, hogy mondja, hogy hihetetlen, te vagy az a láthatatlan energia, aki ilyen csodálatosan ilyen rendet csinál, megint szép minden a lakásban, tiszta, vagy nők szeretik néha bútorokat átállítani. De a férfiak, akik figyelmetlenek, ott bejönnek haza, és nem vesznek észre az változást. Ilyen, nagyon sokszor ilyen van. Vagy nő azért felöltözik szépen, amikor már megújja, akkor otthonkába jár már, de elején még szépen öltözik, de mikor már férfi sose dicséri meg, hogy ti milyen szép vagy otthon, megújja, akkor úgy mindegy neki, most otthonkába vagyok, vagy gázálarcba vagyok. Mert van egy ilyen orosz vicc, hogy egy feleség nagyon otthon mindent csinál, már olyan szépen mindent csinálta, és férfi sose vette észre. Szépen felöltözött, felrakta összes csodálatos aranyt, nagyon-nagyon jó nézett ki, a lakás ragyogott, főzött a legfinomabb, a kedvencét. Semmit nem vette észre sose férfi, mint hogyha mindig ugyanaz van. És látja, hogy nem veszi észre semmit. Na gondolta, hát vajon meddig mehet a férfiaknál ez a dolog? Következő nap azt találta ki. Megfőzte, minden szépen ugyanúgy megcsinálta. Jön a férfi, felvette gázálarcot. Férfi bejön, na akkor hogy van, minden jó. Feleség látja, még ezt sem veszi észre, a gázálarcban vagyok. És már kész volt, és mondja, mi van? Te nem látod semmi rajtam furcsaságot? Mi van? Kiszedtél a szemöldögöt? Szóval ezt, ami férfiaknak fontos, hogy nagyon-nagyon, mert nők nem végtelenebb figyelmesek, és ezt általában, hogy legyen figyelmes mások irányt. Ez azt jelenti, például, még máshogyan, mondjuk, ülnek egy házba, vagy egy ilyen helyen, vagy kocsiba, és van egy nő, van férfi, nagyon meleg van, férfi kinyitja az ablakot, hogy neki jó legyen. De figyelmes a férfi megkérdezi, hogy nem lesz-e baj neki. Ugye ez a figyelmesség, amikor ő rá koncentrálsz a férfiaknak, figyelmesség, ez egy, és önzetlenség az egy, amit nevelnek a lányukban, amikor őket nevelnek, a nő szanszkrit nyelven úgy mondják, hogy stri. Szó stri azt jelenti, hogy tágítani. Tágítani, bővíteni. Ez azt jelenti, hogy nőknek ez a természete bővíteni a vagyonot. Hogy működik ez? Amikor fiú egyedül lakik, akkor már beszéltünk, akkor ott van neki banános láda, akkor raklapokon alszik, és el van. A tévés a raklapokon áll, a számítógép a másik raklapon. De mikor beköltözik egy lány, ahogy a házasodnak, a nő nem tud raklapokon aludni, és ez normális, ez nem probléma. Akkor ez így várja, de ez a dédmamáj függöny, az már nem divat, akkor kell. Akkor jön a lakásnak a otthon teremtése, vagy a házának. Szóval a nő kezd bővíteni, tágítani, átteremti dolgokat, otthonába teszi, és ez egy jó dolog. De van egy ilyen a nőknek, hogy nem tudnak megállni. Még, és akkor kezdenek, kevés a pénz, keveset kapsz, szóljál a főnöködnek, te olyan jó specialista vagy, miért nem fizet többet, kérjél a prémiumot, kérjél azt, figyelj, menj, még ott van a bányába lehet iszokanként menni dolgozni, ott van a három műszakban mennyi, oda így dolgozál, és az a probléma, én ismerem olyan nőket, amikor végül nem tud megállni, még. Na ez boldogtalanságot hoz vezet, az egész családot.
És a védikus rendszerben a nőket tanították, tanuld meg elégedett lenni azzal, ami van. Ez nagyon fontos. Amikor nő elégedett azzal, ami van, akkor mindig békességgel lesz a családban, és a férjnek lesz ideje a feleségre. Másképp nem lesz ideje, hogyha fog dolgozni, mint egy víziló. Egyszer a föld fölött, egyszer víz alatt, mint egy víziló. Szóval ez egy fontos dolog, hogy legyen elégedett azzal, ami van. Másképp nem fog működni. Hoppá! 16 óra 10 perc. Maradjunk kérdésekre? Nézzük meg, hogyha van kérdés, akkor megállom. Ne legyen csak egy információ, inkább, hogyha van kérdés. Vannak esetleg kérdése. Igen. Az androgynosz volt tárgya, külön a védikus irodalom későbbi fogalma, ugyan talán lennének hozzá be így a nemek felettiségről szólt tulajdonképpen, hogyha én jól értelmezem, akkor egybe egyesíteni egy porhüvelyben minden férfi és pozitív és minden női pozitív tulajdonságot. Erről ilyenről értekeznek-e egyáltalán érintőlegesen a lébe? Mivel? Androgű vonások, hogy férfi is. Milyen a vonások? Hát, nem a transvestitákra gondolok. Nem a kevert neműekre gondolok, igen, hanem egy lelki törekvésre, ami később a Helen kultúrából támasztathat, hogy szerintem valósan, hogy tudják itt jobban valakik. Értem. A lényeg a lelki gyakorlatnak az tulajdonképpen az, hogy önmagába foglalni egy porhüvelyben mind a két nemnek az előnyös pszichés értelemben lett előnyeit. Úgy van, hogy férfi és nő mint egy emberi testbe, lelkek, egyenlők. Mi mint emberek, mint a lelkek, és mint emberi, mi egyenlők vagyunk, és ezért van alaptulajdonságok, pozitív, amire gondolsz, ezek egyenlők. Egy. Például Srimad Bhagavatamban, 17. énekben, 11. fejezetben fel van sorolva 21 úriember és 30 bővebb 30-ra, bakta tulajdonságuk. És ez mint a nőknek, mint a férfiaknak szólnak. És utána még van külön kategória, oké, te ember vagy női testbe, és te ember vagy férfi testbe, és ezért itt van egy kis kiegészítők. De mint bakták, egy tulajdonságuk vannak baktáknak. Tulajdonképpen akkor mondhatni, hogy ez hasonló. Nem tudom, mivel hasonló. Tulajdonképpen... Valami göröggel, valami? A bakták érzékenyek, ha én jól értem. Férfi létükre érzékeny emberek, hiszen erről szól a szolgálatuk. Így van. Mindenkire odafigyeljenek. Igen. Igen. Hát képzeld el, hogy mit jelent, hogy szeretet. Ez az érzelem. Aki szeret, az olyan érzékeny, az legérzékenyebb, mert ez az érzelem. Ez én, akit szeretem, őt érzékelek. Mert nem kell, hogy ő nekem mondja, mit akar, én érzem. Ezért a bakták nagyon érzékenyek. Ezért ez a világ, ahol megülnek az állatokat, ez lélektelen civilizáció, ezért itt csak duma van a szeretetről, de ez teljes tévedés, mert hogy lehet beszélni szeretetről, mikor én nem érzékelek, hogy a Vágóhídon pillanatnyilag hány ezer állatot megölnek, hogy én kielégítsem a Srila Prabhupád mondja, vannak ilyen kis domboros érzékelők az nyelvbe, hogy az, hogy ezeket az érzékelőket kielégítsem, megöljem állatokat. Ez nem fér össze szeretettel, mert aki szeret, az érzékeny, hogy fú, hát ne üljetek meg valakit, én nem bírom érzelmi kérdésen, hogy valakinek kell meghalni. Ezért vannak a háborúk.
És mivel van ez a szenvedély itt a társadalomban, menj, élvezd, vásároljál, költsd, élvezd magát, ez azt jelenti, hogy te egoista legyen, és legyél, és legyél érzéktelen. Ilyen helyzetben nem lehet szeretni, mert érzékielégítés, az a szenvedély, Srila Prabhupát azt mondja, a háborot szül, agresszivitást. Csak nézzétek meg, emberek egyre erre érzékenyek magukra. Te mit mondtál nekem? Te piros lampan, zöld lampan. Namarucsi Prabha jobban tudja ezeket bemutatni, én csak próbálok őt így utánozni, de nem tudom olyan eredeti lenni. Szóval ez lélektelen civilizáció, és el van tompítva. A probléma az, hogy itt el van tompítva az érzékenység. Ezért, mikor nektek itt beszélnek szeretetről, nyissatok meg a szemeteket, nézzétek körülményeket, és látni fogtok, olyan, azt se tudnak, mit beszélnek. Nem lehet szeretni, hogy nem vagy érzékeny. De mi már annyira el vagyunk tompva, hogy a bhakti jogát gyakorlatnak több év kell, hogy visszakapcsoljunk az érzékenységet. Hogy mi nem a, azért Prabhupád mondja, amikor te szeretsz Istent, akkor te mindenkit szeretsz, egy pici-pici kis mikrobot, nem akarsz senkit megölni, nem akarsz ártani senkit. Sivarama Maharaj, mindenki hallott a Srila Sivarama Swamiról? Igen? Hogy van neki egy, hogy volt egy Afrikában egy oroszlán, nagyon híres valami oroszlán, ami védve volt minden, és volt egy nagy felháborodás a emberek között, hogy mi van, egy vadász kifizette, kapta licencet, és lelőtte azt a szegény oroszlánt. Sivarama Swami mondja, mekkora az egész képmutatás? Naponta milliárd állatot mészárolnak, az nem baj. De mi is mondjuk nagy állatszeretők vagyunk, egy oroszlánt megölték. Ez milyen képmutatás? Értitek? És az itt nekünk dumálnak, csak félrevezetnek, és azért, miért félrevezetnek? Mert az a cél, legyünk elégedetlenek. Miért? Akkor menjünk vásárolni, mert kell mindig valami. Ez a lényeg. Igen, szóval érzékenység, igen, ez egy lelki gyakorlat. Azaz. Ez férfi számára. Mindenkire. De most nők is érzéktelenek. Nem ügyesednek el, és a nők sem férfiasodnak el, amennyiben a bhakti jogát gyakorolják. Persze, persze. Akkor ott a helyre áll a természetük. Így van. Igen. Az a lényeg, hogy álljál a saját helyére, a saját természeted szerint, akkor leszel boldog. Így van. Emberi természethez kell. Először ez? Hát, aztán kell csak férfiak. Először ember. Így van. Igen. Először meg kell érteni. És tudod úgy, de itt van több dolog, hogy először megállapítom biztosra, hogy nő vagyok, vagy férfi. Igen, már ez már nehéz. De ha már ebbe... Kell egy hosszú szakállal. Mert ha már figyelj, hogyha már Lila Suka Prabhu is megerősíti, akkor talán igaz. De utána, mert milyen férfi vagy, és milyen nő vagy, még ott is van négy kategória. És az még jó lenne megtudni, akkor oké. Okay. Akkor sokkal könnyebb utána lelkileg fejlődni. Szóval még ott is kell kicsit finomítani. De ez már nagy dolog, hogy valaki tisztában az, hogy ő nő vagy férfi. De a biológiai élő szerint először. Nem a mit tenni szerint. Nincsen baj senkivel, hogy valaki ilyen meg olyan, mert most ez a világ, és nem azok a hibások, akik most akarnak magukat operálni. Ők nem hibások, ők áldozat ennek a propagandának. Őket nem utasítjunk el, nem ítéljünk se hidegeket, se melegeket, senkit, mert Krishna tud a Srila Prabhupát olyan építette épületet, ez a lelki épület, ahol mindenki belefér és boldogan tud élni. És mert csak akkor boldog leszel, akár
kinek most gondolsz magadnak, magadnak, kinek gondolod, ettől függetlenül, hogyha megtalálod, aki te valójában vagy, akkor boldog lesz. Ezért nem probléma, most kinek gondolsz magad. Keres. Én se tudtam, ki vagyok. Úgy most nem pont így. De most élően vágjunk. Nem pont így. De mert nálunk még nem volt olyan opció, 90-es évek, 70-es évek. De akkor is. Ki volt zárva az a információ, hogy lélek vagy. És akkor kész, nem értettem, minek élek. Mert akkor mondja, én kommunizmus országban születtem, és az úgy volt, egyszer lélsz, egyszer meghalsz, viszlát. Akkor mi az értelme? Ezt kész voltam. Én áldozat voltam, nem tudtam lenni boldog, mert nem tudtam, mi történik. Ugyanúgy, most is, annyira nem változott a dolog, most is van egy rossz információ, és akkor vannak szerencsétlen áldozatok, de amikor megtudják a saját eredeti természetről, lelki természetről, mindenki lesz boldog. Szóval mi nem utasítjunk és nem diszkrimináljunk senkit. De nem vagyunk liberalisták. Miért? Mert liberalizmus nincs. Van vagy jó, vagy rossz. Az Isten törvény az a szeretetnek, a szereteten alapszik, abszolút harmónia, abszolút boldogság. A többi más az vagy kis közelebb ehhez, vagy nagyon távol. Ezért nem a liberalizmus nem jó. Mert mi az a liberalizmus? Te szerint megülni ember rossz, de én szerintem jó. Várján, neked így jó, nekem ez a jó. Értitek? Ez nem jó. Az a liberalizmus az az? Nem. Muszáj, amikor az életünkben nekünk nincsen koordinát, amihez mérjünk az életét, akkor a vége. A GPS nem viszi sehova. Mert először a GPS-ünk beazonosítja, hol vagyunk, és valamihez méri minket, hogy hogyan A-tól B-be kerüljünk. Ugyanúgy a Isten törvény, ez a mérce, koordináta, mihez kell mérni, és akkor mondja, ez jó, akkor hozzamérjünk. Aha, akkor ez jó. Mérjük, az nem jó. Szóval muszáj, hogy legyen egy számoló pont koordináta. Másképp se házasság nem fog működni, semmi. És ő a legérzékenyebb személy, Isten. Ő az igazán érzékeny. És ezért amikor valaki mondja, hogy csak fog meg szerezni Istent, hát ő nem is tudja, ki Isten. Hogy az mennyire Isten érzékeny, és az vele kapcsolat szeretet, az mennyire érzékeny. És ez egy kifinomult és ilyen boldogság, az nem csak úgy, hogy mondd ki, hogy gyere, ingyen ölelek. Ölelhetsz a fát is. Az ettől semmi. Ez igaz érzékenység. Nem jó, nem rossz, legalább pozitív valaki. Ez már jó. Nyitott, ez jó, nyitott lélek. De ez érzékenység és szeretet, ez... Ilyes? Nem csak előbb volt egy ilyen sztori, mert még ez is csak akkor állja maga a helyét, sokat voltam nyugati környéken, és akkor volt egy ilyen ingyen ölelés, prihág, és akkor volt egy ilyen fiatal lány, aki nagyon csinosabb, nagyon szerettem mindenki ölelgetni. Aztán volt egy segéd is, aki majd ő is gondolta, hogy beáll a csapatba, az egy ilyen fiatal ember volt, de hát elég nem volt egy szép olvásai, mint a hölgyeknek, és akkor az naphoz napot rá. Végtől akarta megölelni szegény, de hát nem működött. És akkor a lánynak már az 550. ölelése volt. Még annak megtudod, hogy senki. És akkor idős néven aztán a vége megölelt, és akkor jó, hát akkor csak volt sikerélni. Azt akartam kérdezni, hogy még akkor visszatérve a férfi-nő kapcsolathoz, a liberalizmus után, hogy akkor mit kell csinálni ilyenkor? Egy gyakorlati példát említettél, hogy akkor így, nekem ez például többször volt az, amit mondtál, hogy akkor érzékenyet tenni másoknak, hogy már nagyon meleg volt a kocsiba, le akartam húzni az ablakot. Mert ugye én vezettem, és már majdnem elájult, de nem mehetem lehúzni az ablakot, mert akkor a határom meg a mutatom őt hátul, idősebb emberek, és akkor jaj, fiam, húzat van. És én már olyan rosszul voltam már,
tekintettem volt a másokra, de akkor a saját érdekeimet, akkor meg ha elájulok és mindenki meghal egy autóból, és egy akkor mit tudnál ajánlani, akkor ez a win-win filozófia, hogy akkor így meg például dolgoztam egy munkahelyen, sok hölgy volt, mint szakácsként, és nem működött az elszívó, és ugye ment az összes sütő meg minden, jött egy csomó égéstermék, és akkor tél volt, kinyitottam az ajtót, hogy legyen levegő, a lányok meg becsukták, meg fáztak. És akkor mondom, gyerekek, legalább valami levegőt engedjünk, nem, mert akkor hideg van. És akkor mit tudsz ajánlani ilyenkor a kompromisszumot? Nekem már mennem kell. Ó, nagy úr, mondd el! Hogyan érjük a hétköznapokat? Ja, igen, nagyon sokszor van olyan, amikor win-win, nagyon nehéz megcsinálni. Hát... Vagy akkor mondom, a hölgyeknek öltözötek fel, vagy tényleg valamit kocsiba, igen, vedd fel egy kendőt a fejére, mert most tényleg le kell húzzom, mert én nem tudom levetkőzni kocsiba melegbe, de te valamit fel tudsz venni. Vedd fel valamit, kérlek, mert én nekem nagyon fontos a te egészséged, nekem muszáj lehúzni az ablakot, ha akar, én hoztam már neked gyapjú csadart, mert tudom, hogy érzékeny vagy, és akkor vagy ezzel kezdesz, üldj be a kocsiba, figyelj, itt van neked, mert nagyon, én érzékeny vagyok rád, szeretlek, itt van neked, akkor én erről ledolgozom, ugyanúgy a konyhában a hölgyeknek hozol usánkát vagy. És mondod, na mai nap ti nem fogtok fázni. Mert itt van az ablak, akkor sem fogtok fázni, miért? Mert érzékeny vagyok. Így jó? Ez jó. Jó, köszönöm. Más kérdések? Nincsen. Köszönöm szépen. Természetesen mindent, ez nagyon nagy téma, és mi csak bevezetés volt igazából, mert ezt lehet végtelenségig beszélni, de legalább, hogyha próbáltatok memorizálni, az már tudtok próbálni hasznosítani, és fog működni. Férfeleség, meg hogyha csak kommunikáljunk, dolgozunk, vagy szolgáljunk, férfi és nő, és akkor ott is lehet nagyon jó ezt alapítani, és jó harmóniába csinálni. Lehet, hogy még egy-kettőt. Mert vannak fiatal fiúk, vannak barátnők, nincsen barátnők, feleségük, vagy lesznek. Elmondom, hogy hogyan érdemes lánynak keresni fiút, és hogy kell érdemes fiúnak keresni lányt. És hogyha akarja a jó a lány jó fiút, akkor hogy kell viselkedni, és hogyha a fiú akarja a jó lány, hogy kell viselkedni. Ez érdekel, vagy inkább tényleg mennem kell? Érdekesnek hangzik. Lélasuk, akkor belefér még egy pár perc? Jó. Kezdjünk a lányokkal. Ő... Amikor keresi fiút, már beszéltük neki, az alap biztonság, védelem. Nem baj, hogyha jó pozíciója van, és nem baj, hogyha van pénze, ez jó. És a szépség, a fiú szépsége nem mindig az első, ez is jó. Nem muszáj, hogy a lány elsősorban látja ezt. És akkor ő mikor keresi, neki a lényeg, hogy a fiú mennyire felelős és komoly. Például, amikor fiatal a lány, akkor neki nagyobb a választása. Mert akkor ő több fiút lát, és tud választani. És a fiúk sorba állnak egy lányhoz. És akkor... Ő mikor, na jó, akkor valaki meghívta, gyere, menjünk moziba. Jó, akkor ő mikor először találkozóra megy, egy jó lány, ő gondolja, jó, akkor most megnézünk. Hogyha a fiú kérdezi a lány, na, te már itt vagy? Igen, én általában negyed órával előbb mindig jövök. Ó, akkor lány mondja, ez komoly fiú, komolyan veszi dolgokat, az egy akkor plusz. Hogyha jön a lány, vár, és akkor a fiú az nem jön, késik, akkor rögtön lehet mondani, jó, bocsi, azért jöttem, akartam mondani, nem tudok veled moziba menni. Mert ez komolytalan fiú. A fiú nem késhet.
Szóval a szellány azt nézi, hogy komoly-e a fiú és a szavannak az óra. És mennyire próbál figyelmes lenni. És még egy, mennyire az érzelmeken uralkodik. Mert ha nem uralkodik az érzelmeken, akkor ő egy lány lesz. Szóval nem tud adni védelmet, mert lány látja, hogyha most ő saját maga nem uralkodik, akkor hogy tud engem megvédeni? Saját magát nem védi magától, akkor engem nem tud megvédeni. A fiú, mikor keresi lányt, az első fiúknak a nőkben kettő dolog van, ha tudja felnézni és tisztán elfogadni, hogy ő nem hülyeséget beszél. De erre kell is nem beszélni hülyeséget egy férfiaknak természetesen. De hogyha ő látja, hogy lány tiszteli és szereti a szavát, amikor férfi beszél, szereti hallani, és nem hízelek más fiúknak közben. A férfi most nincs kimondva, nincs is trendbe ez a szó, hogy erényesség. Próbálnak mesterségen elnyomni, de minden férfi belül azt akarja, hogy az ő barátnő legyen erényes. Ugye? És ez egy nagyon fontos dolog. És ezért, hogyha a lány akarja egy igazi férfit, az igazi férfi egy erényes lányt fog keresni. Ez nagyon fontos. Egy igazi férfi. Olyan lány, aki könnyen elérhető, az mindenki csak játszani fog és kidobja. És akkor 40-50 évesen fértelen találja magát egy ilyen lány. Mert kinek kell egy ilyen feleség, aki könnyen elérhető? Nem, a férfi, az erényes lány az azt jelenti, hogy amikor a férfi harcol érte egy kicsikét, hogy meg kezet se tudja csak úgy megfogni könnyen. Szóval ez egy nagyon, ez egy igazi fiúknak ez a keresése. Ez nagyon fontos. És most Srila Prabhupada recept a hava tortán, és akkor vége. Lányoknak szól. Vannak lányok? Vannak. Ezt mondja Srila Prabhupada. Ez egy lelki recept. Hogy lehet, hogy mi történik, és mit kell csinálni. Azt mondja Prabhupada. Hogyha egy hölgy szépen öltözik Indiába, és szépen öltöznek a hölgyek. De tudjátok, hogyan csinálják? Amikor otthon van a férj, akkor nagyon szépen öltözik, ékszerek, legjobb szár és sejem, drága. Ahogy a férje elutazott, kész. Legegyszerűbb öltözékben van. Semmi smink, semmi nincs. Ez normális, mert erényes nő, szép férfinek akar tetszeni, saját férjének, nem másoknak. Most fordítva van, nem? Otthon feleség otthonkában van, dédmamája otthonka, a harisnya térden már lóg, már minden, akkor csavarok vannak a fejébe, és akkor, amikor mennek vendégségbe, ahol más fiúk vannak, akkor kiöltözik szépen. Ez nem jó. Először a férfi. Akkor szépen öltözik, tisztán tartja a házat, finoman főz, hogyha ezek, még lehet, hogy még volt valami negyedik, tisztán tartja a házat, szépen öltözik, finoman főz, igen, ez a három. Hogyha ezt a hármat csinálja egy nő, akkor a férfi sose fog elmenni. Sőt, Prabhupád mondja, ez olyan pszichikai hatás a férfiukra, hogy inspiráltak lesznek, több pénzt keresni. Ezt mondja Srila Prabhupada egy leckébe. Szeszta három. Tisztán tartani a házát, szépen öltözni, és finomat főzni. Akkor ez egy jó. Oké, ez a recept. Nagyon egyszerű. Köszönjük szépen. Még kérdések esetleg? Nincsen. Akkor mindenkinek jó, szép kapcsolatokat kívánok. Hare Krishna. Köszönjük szépen, hogy megtaláltad. Köszönjük. Hare Krishna.